Másfél millió forint pénzbírságra ítélték a Borkai Zsoltékkal a jachton bulizó egyik fiatal nőt. A vádirat ismertetésen nem hangzott el, de az ügyészség szerint a hajon tartózkodó ügyvédet 10 milliós nagyságrendű összeggel próbálták megzsarolni. Az ikerlányok egyik tagja az egyetlen, aki beismerő vallomást tett. Egyúttal az utolsó szó jogán elmondta, hogy őt és ikertestvérét is nagyon sok mindenben értek ár a botrány miatt. A többi vádlott esetében az ügyészség börtönkiszabását indítványozta, a következő tárgyalási nap még idén várható. Az említett nőre a 1,5 millió forint pénzbüntetést személyes adattal visszaélés vádpontban rótták ki. A bíró kérdésére, hogy magas életszínvonalát mekkora keresetből tartja fenn, azt válaszolta, van egyéni vállalkozása, de a barátja tartja el. Olykor 20 ezret, máskor 1,5 millió forintot kap tőle. Ebből van azt hiszem botrány, hogy ez úgy mémesült ez a beszélgetés, és nem tudom mi a valóság, ezért egyből ketté szeretném hasítani a véleményünket egyik és másik valóságra. Úgy mémesült el, hogy a 1,5 milliós bírságra ő pökhendien annyit mondott, hogy ó, van, hogy ennyit kapok a barátomtól. De valójában nem derül ki a cikkekből, hogy a bíró ugye firtatta, hogy miből él, és ő mondta, hogy nagyjából hát eltartják, és hol 20 ezret ad valamilyen célra az élettársa, vagy hát rendszeres partnere, vagy 1,5 milliót, és a bíró ebből vonta meg, hogy jó, hát akkor fizess 1,5 milliót, mert ebben az esetben, más a sztori fekvése. Vagy hát fordítva, és így mémesül, hogy azt mondta, hogy hát 1,5 millióba fog ez kerülni, és akkor ezután felmerült, hogy de hát a nem tudom ki, de kb. Egy ilyen fecsó jellegű embert képzelek el, ennyivel töm ki néha plusz-mínusz egy rovátkával. Mindkét opció, mindkét változat esetén felmerül a kérdés, hogy az életszínvonalát mi alapján becsülte meg a bíró. Nem tudom, hogy ilyenkor hogy zajlik ez, és nem is nagyon lehet hozzáférni most azért ezekhez a dokumentumokhoz olyan könnyen, hogy ezt kideríthettem volna, de ha csak az alapján, ahogy megjelenik, és ő, mint bíró tudja, hogy ezek a drága holmik, és ez alapján becsülte, vagy az, hogy volt Horvátországban egy ilyen jachton, még az is szerintem nagyon kevés erre, mert vihették oda úgy, hogy semmiben nem került neki, mármint úti költség meg egyéb szempontból nem volt. Hát honnan lehet azt mondani, egy bírósági tárgyalás, mi alapján lehet azt mondani, hogy az életszínvonal alapján, hallottam olyan esetet, amikor valakit megbírságolt, az életszínvonal alapján nem annyit, valószínűleg nem annyi a jövedelme, mint a bevallott, megbírságolta a NAV. Ez viszonylag egyszerű volt, mert megnézték a számla mozgásait, de itt nem hinném, hogy ilyen esetről van, vagy illetve a tranzakcióit, a bankkártya használatot, ami külön érdekes, hogy aztán a kiszabott bírság befizetés után bejelentkezett a NAV, hogy honnan volt erre pénz, hogy ezt rögtön be tudta fizetni. Ez azért színes érdekes, hogy milyen rafinált szakemberek dolgoznak már ott is, de hogy egy bíró, nem hiszem, hogy ilyen felhatalmazással él vagy élhet. Gőzöm sincs, hogy mi alapján mondhatta ezt. Ez már eleve az egész úgymond problémát egy kicsit kilúgozhatja, hogyha ő nem is kérdezhet, vagy nem is térhet ki erre a részére az ő életének, mert hát miköze az ügyhöz. Ennek a jachtozásnak, ennek súlyos politikai következményei lettek. 2019 őszi választás előtt szivárgott ki néhány nappal, és hát ennek köszönhetően Tarlós István megbukott Budapesten. Én nem vagyok meggyőződve, de egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Tarlós megbukott volna, és a Karácsony győzött volna, hogyha nincs a Borkai ügy. És most ennek súlyos következményei vannak. Ja, nem ennek, bocsánat, nem ennek, valami egészen másnak, de milyen érdekes. Milyen különös egybeesés. Hogy valami egész más miatt, de az ügy egyik érintettjét most elég keményen számon kérik. Vajon, ha nem bukik bele Tarlós István Budapesten ebbe az ügybe, vajon, hogyha nem bukik bele számos polgármester, fideszes polgármester országszerte ebbe az ügybe, akkor most ennek ilyen következménye lenne? Nem arról van szó, hogy legyártunk egy precedenst, most nyilván azt, hogy bulikáztatok a jachton, nem lehet megbüntetni, de meg fogjuk oldani, fogunk találni olyasmit, amiért meg lehet. És ez egy üzenet minden fideszes kádernek, minden fideszes polgármesternek és oligarchának, hogy kéretik keresztény módjára viselkedni, vagy nem felvenni, és nem lekamerázni azt, ahogyan
akár kokainoztok, akár orgiáztok, nem tudjuk, mit csináltok, üzeni a rendszer. De nem szeretnénk még egy ilyen videót látni, nem szeretnénk elveszíteni emiatt megyei jogú városokat, meg a fővárost. És ez tulajdonképpen ez az üzenet nem olyan direkt módon, nem a jogállam csatornáin keresztül, de nagyon jól érthető mindazoknak, akiknek szól. Most, amikor ezt az Intelmet mondod, ugyanez a héten a gyömrői polgármestert is letartóztatták, ugye korrupciós ügyek miatt, ha jól tudom, de hát ugye ő az, aki ezt a kettőt, amit említettél, egyszerre is tudja, a két hölgy társaságát élvezés, és mindeközben a Dopman örökbecsű négy sorosával élés, hogy hát fehér por tüntet el a hátsókról. De azt akartam mondani, hogy ez a per nem a jaktozást, hanem a korrupciót vizsgálja, hanem azokat, akik megzavarták a jaktozást, és ide tartozik a videó közzététele, illetve a videóval való zsarolás, ami külön-külön hát ügy, meg az egyik adatvédelmi, a másik büntetőjogi, gondolom. Hogy így nem egy Edward Snowden és sikertestvére gimnasztikáztak itt a Fekete Pákónak a szarzenéjére a katamaránon. Én fel lennék háborodva, ha az lenne elítélve előbb, aki felvette és partizánként közzétette, de ez a hölgy, a kis hölgy nem egy, nem valamiféle whistleblower, vagy hát a blower lehet, az a rész, de a whistle nem annyira, hogy nem valami politikai ármánykodás és partizán szándék vezérelte, hanem a haszonszerzés. Partizás szándék. Jaj, tényleg, amikor összekeverjük ezt, igen, te szép. Nem vagyok komplemens, vagy valami nem vagyok. De egy kicsit olyan ezért őt elővenni, mint hogyha megállnál tilosban parkolva azért, hogy valamilyen bűnügyet bejelents, aztán kijönnek is, de hát tilosban parkolsz, haver, és akkor az egész... De most ez olyan ezt számon kérni, hogy a lófejet belerakni annak a producernek az ágyába a Keresztapa első részében, hát az már milyen eljárás azzal a lóval szemben? Nem, hát az ágy nem művel. Az a ló még nem élt le egy rendes ló életet. Az a ló, annak a lónak még lett volna egy csomó lehetősége, akár nemzhetett volna kislovakat, versenyeket nyerhetett volna, és ezt mind elvették tőle azért, hogy üzenjenek a producernek. Hát ez milyen már? Na, nagyjából ennyit ér a Kóté lánynak az élete, meg a sorsa a rendszer számára. Egy üzenet mindenkinek, és majd mindenki érteni fog belőle. Ja, hogy ezért le kell vágni a fejét a lónak. Jaj, hát szegény ló, több is veszett ennél Mohácsnál, ahogy mondani szokás. Nem. Minek ment oda? Jó, de ne haragudjatok, azért mégis zsarolásban való részvételről van szó. Tehát, hogy ők a közzétételben... És csináljunk úgy, mintha jogállam lenne? Mintha egy bárminek következménye lenne? Nem, ők csináljanak úgy. Tehát, ha ez bűncselekmény, akkor legyen következménye. De amennyiben ezt az eseményt megszervezni, nem élvezni és ott lenni rajta, hanem megszervezni és hát finanszírozni a sejtett módján, szintén bűncselekmény, akkor az legalább ennyire legyen alapos, gyors. Az a mondásom. Egyébként, ha egy ilyen háromágú mérlegetek lenne, végül is lehet ilyen, ugye egy háromszög súlypontját keressük, akkor... mi a súlyosabb, az eszkortozás, vagy hát, hogy mondjam, ugye részvétel egy ilyen akcióban, a finanszírozás valamiféle kifolyatott hálapénzen, ami visszafelé folyik, ugye, amikor így kijöntöd az ablakon, és visszacsap az aranylé, vagy pedig a zsarolás. És hát azt kell mondjam, hogy én az eszkortozásban valójában nem látok problémát, és nem azért, mert férfi vagyok, látok problémát abban, amikor kényszer alatt végez valaki szexmunkát, de közben azt gondolom, hogy mindig elmondott, hogy lehet menni a cérnagyárba, meg lehet ezt választani. Ez kétféle eszkortozás van. Sok problémám van a vélt korrupcióval, pláne a valóssal, de azért a zsarolás az, ami egyértelműen egy keményebben bűncselekmény kategória. Na, de tudod, nagyon más az a prostitúció, amit egy lány vállal, aki bérel egy lakást, föliratkozik a rosszlányok.hu-ra, és menedzseli önmagát, ahhoz aztán tényleg senkinek semmi köze. Az övé a teste, tényleg azt csinál a testében, amit akar. De a Google nagyon lenyomja az ő árait. De az nagyon más, amikor van egy strici, amelyik őt az utcára hajtja, amelyik kvázi megvédi őt, de valójában mitől védi meg? A jobb kezétől, hogy egy rohadt nagy pofont le ne keverjen neki. Uh-huh. És elszedi a pénzét, tudod,
Ő az, aki nem ingatlanra szed be védelmi pénzt, hanem ingóságra, egy személyre. Hát ez nem hívnám ingóságnak. Szóval, hogy kiállítja az utcára... Ha megüti, majd meglátod, hogy ingóság. Rossz vicc. Kiállítja az utcára, és tudod, a csajnál csak annyi pénzt hagy, hogy ne tudjon visszamenni soha, ne legyen esélye visszamenni a falujába, hanem hogy a következő napon is kiállhasson dolgozni, és azt a pénzt is leadja neki. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon más sztori. Nem, itt alapvetően nem a prostitúcióval van igazából a baj, hanem a strici biznisszel. Én a szándék szerint megkülönböztetném a hármat, tehát a prostitúciónál a szándék az ártásra, az eszkort részéről a legcsekélyebb a lehetősége. A korrupció esetében ott egyértelműen, ha korrupcióról beszélünk, ott benne van a tudatos megkárosítása akár a köznek, akár... Tömegeknek kis pénzzel, így, de így van, de azért az tudatában van, tehát itt most tudjuk, hogy mi kárt okozunk, csak nem annyira fáj nekünk, tehát ők már egyen bente vannak, mi nyilván a zsarolás meg egy egyértelműen mással szembeni negatív szándék megnyilvánulása. Úgyhogy ilyen ez a sorrend, ha ezt a három ágú mérleget szeretnénk fölállítani, valahogy így borulhatna. Azt mondják, hogy a három lábú szék a stabilabb, mint a négy lábú. Hát lehet, hogy így van. De és mondom, nagyon fontos az is, hogy ez a melyik fajta eszkort, vagy fontos, tehát ahhoz, hogy teljesen tiszta képet kaphassunk, nem fogunk valószínűleg sose, hogy mennyire önszántából vett itt részt mindenki. De lehet, azért hogy annyira, hogy beleadott a bérlésbe. Még az is lehet. Minden esetre, ha valakinek fizetnek ezért, és ő így vagy úgy élethelyzetéből fakadóan, vagy teljesen önszántából ezt az utat választotta, akkor is ő maximum a saját magának tud igazán ártani, és a másik fél viszont tud vagy neki, vagy ha olyan a viselkedés, akkor ki tudja hozni nullára, hogy legalább másnokunknak sem ártunk, ellenben egy olyan dologért, vagy olyan szolgáltatást veszek igénybe, ami amúgy nem legális.